Thank you.
Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a kedvedben. Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Együtt mutatjuk be a Szent Mise áldozatunkat egymásért, közösségeinkért. Adja jó Isten, hogy lelki erőmű legyen számunkra ezen találkozások sokasága. A Szent Mise kezdetén tartsunk bűnbánatot. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat érkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mutasztással. Én védtem, én igen nagy védtem, kérem a szét a boldogságos, mindenkor szemültelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzak ígéretem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Egy alkalommal az Úr megjelent Abrahámnak,
Mamre terebintjénél, amikor az a déli forróság idején sátra bejáratánál ült. Abraham fölemelte szemét, és íme három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt. Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgálat. Mindjárt hoznak egy kis vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat. Azok így válaszoltak. Tedd, amit mondtál. Abraham besietett a sátrába, Sárához, és így szólt. Végy gyorsan három adag lisztet, kelezd meg és süss lepényt. Aztán kiment Abraham az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg ettek, ő ott állt mellettük a fa alatt. Azok megkérdezték. Hol van a feleséged, Sára? Ezt válaszoltam. Itt a sátorban. Akkor az úr így szólt. A jövő évben ez időtájt visszajövök. Feleségednek, Sárának, addigra már fia lesz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Válaszol Zsoltárunk válasza, Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Aki bűn nélküli életet él, és helyesen cselekszik, aki igazat gondol szívében, kinek rágalmat nem beszél szája. Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Aki fele barátjának nem tesz rosszat, aki nem gyalázza embertársát, aki a gonosz semmibe veszi, de tiszteli az Isten félő. Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Aki pénzét uzsorára nem adja, és vesztegetést nem fogad el az ártatlan ellen, aki így éli életét, soha meg nem rendül. Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Szentecke Szent Pál apostolnak a koroszaiakhez írt leveléből. Testvéreim, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az egyháznak javára. Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott hivatásánál fogva, hogy az Isten szavát érvényre juttassam. Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fölséges gazdaságot rejt a pogányok számára ez a titok. Krisztus, a megdicsőülés reménye bennetek. Őt hirdetjük, amikor intünk, és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden ember tökéletessé legyünk Krisztusban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Boldog, akik jó szívvel fogadják Isten igét, és állhatatosságukkal gyümölcsöt teremnek. Alleluia!
azokban az időkben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba, egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait, Márta meg sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni. Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt, Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséged. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi. Áldjon néged, Krisztus! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtője. Mind a hóvirág,
Yeah.